Nem hiszem, hogy fejben erősödtem a tavaszi mérkőzéseinkhez képest, de ma én voltam jobb paszban. Nagyon nehéz őt megverni bárkinek, átkozottul jó játékos. Így nyilatkozott Fucsovics Márton az MT-nek, aki az orosz Andrei Rubljov ellen győzelemmel negyeddöntős lesz Wimbledonban, és a világ első Novák Djokovics lesz az ellenfele. Ez lesz a 29 éves nyíregyházi teniszező első Grand Slam negyeddöntője. 40 éve nem jutott ilyen messzire magyar férfi teniszező. A Djokovics elleni negyeddöntőről azt mondta, próbálja majd a legjobbját nyújtani, és ha ez sikerül, akkor nyerni fog 3 szedben. Tehát a 16-ba. Na, már is kezdjük, illetve folytatjuk a témát Temesvári Andrával. Jó reggelt, szervusz, tegeződtetünk, ugye? Persze, jó reggelt. Régóta ismerjük egymást, meg amúgy is sportolók között, ez így szokás. Hát mit szólsz ez a sikerhez? Ugye nagyon régen volt már, azt hiszem, talán Szávai Ági volt az utolsó, aki Grand Slam tornán ilyen pozícióban került, és eznek is már vagy 14 éve. Hát én azt gondolom, hogy erre a sikerre hát a szakma is nagyon várt, hát meg a szurkolók. Én azt gondolom, hogy egy ilyen rangos versenyen és ezeken a Grand Slam tornákon egy magyar játékosnak drukkolni, a legjobb, világ legjobb játékosai ellen játszik, és ami szerintem nagyon fontos, hogy nem azért drukkolunk neki, hogy na hát akkor nyerjen egy pár gémet, vagy nehogy nagyon kikapjon, hanem úgy drukkolunk neki, hogy abszolút esélye van ezek ellen a versenyzők ellen. Hát igen, elég érdekesen nyilatkozott egyébként Marci, volt szerényebb nyilatkozata, most már a ma délutáni ugye Djokovics elleni meccsre, ugye aki a világ első készülve, először azt mondta, hogy minden percét szeretné kiélvezni a meccsnek, tehát egy óriási megtiszteltetésnek tartja a lehetőséget. Másrészt ő pedig, most idézem is, mindjárt kikerestem egy cikket a neten, azt mondja, hogy persze, hogy ilyenkor megy el a net, de a lényeg az volt a dolognak, hogy a Djokovics elleni meccsre vonatkozólag azt mondta, hogy próbálj majd a legjobbját nyújtani, és ha ez sikerül, akkor nyerni fog 3 szedben már, mint Marci. Aztán hozzátette azért kicsit szerényebben viccesen, hogy valami azért simán közben jött, például az, hogy ő is a legjobbját nyújtja, akkor viszont nem tudom, mi lesz. Hát azért, valahogy azért, így van ezt érve, hogy nem lehet tudni. Azt gondolom, szakmailag tudni kell, hogy Djokovics is egy fant, azon kívül, hogy Djokovics világ tudjuk legjobbja, nagyon fekszik neki ez a talaj. Viszont a Marcinak is. Igen, hát hogy a fűerről beszéljük, nagyon Marcit fontos, nem nagyon mindegy, fontos elmondani, mindegy, hogy különleges helyszín, egy különleges helyszín, amúgy is, de a miatt, verseny, nem? Eleve Wimbledon, egy különleges atmoszférája van, egy különleges, érdekes módon nyilatkoznak is a játékosok, hogy mind a 4 Grand Slamnek megvan külön mindenkinek a feelingje, hogy miért szereti, a salak, a keménypálya, de Wimbledon, hát szóval az angoloknak a tradíciója, és azért itt hozzá is kell tennem, hogy a Marci, amit elért, az, hogy a legjobb 8-ba került, ezt nagyon kevesen érték el Magyarországról, és Taróczi Balázs, Babos Timi, Gulyás István, Körmöci Zsuzsi néni, és most jó magam, és most már a Marci is, van egy ilyen, hogy Last 8 Club, ez egy klub, ahova az ember a legjobb 8-ba bekerül, onnantól kezdve világ, élete világ végéig, benne van ebbe a klubba, egy member lesz. Elittársaság. Élete végéig kap egy belépőt, mindig mehet, meglátogat. Tehát ez egy rang, tehát az angolok mindent kitalálnak, úgyhogy ez is egy fantasztikus dolog. De azt gondolom, hogy ami ebből a tapasztalat, és amit azt mondom, ki kell hangsúlyozni, hogy azért a Marcinak ez az útja rögös volt. És az, hogy én 2010-ben pont meg voltam hívva ebbe a páros, meghívásos páros versenyre, amikor ott játszottam. És a férjemmel megérkeztem, és Marci játszotta a juniorok között az elődöntőbe jutásért a mérkőzést, és életemben először akkor láttam füvön játszani, én elájultam tőle. Én azt mondtam, odafordultam a férjemhez, és azt mondtam, először látok olyan magyar teniszezőt, akinek esélye lehet, és akkor volt 18, a világ legjobbjai közé kerülni, nem csak azért, mert egy szimpatikus fiatalembert láttam, hanem azt, hogy azon kívül, hogy gyönyörűen teniszezik, olyan tehetsége van, az a plusz, amit van, amit lehet tanítani, tudás, az akarat van, amit erős, nem lehet tanítani. Ugye, hogy a technika olyan módon anticipál, olyan módon mozog. Tehát amit mondtam Djokovicsról, hogy fantasztikus mozgáskészsége, milyen küzdeni akarása, a Marcinak is ugyanez, és azt hiszem, hogy ő ezen a rögös úton, amit megtanul, meg végigment, azt hiszem nagyon sokat tanult. Megküzdött ezért,
És ez is a magyaroknak nagyon fontos, és a gyerekeknek, hogy egy magyar példaképe legyen, és elhiggyék azt, hogy Magyarországról is képesek vagyunk magyar edzőkkel a világ legjobbjai közé vezetni egy játékost. Mennyire így van, a közelmúltban volt alkalmam forgatni egy rövid riportot, illetve a klubjukról, ahol ő edzis, vagy ahova tartozik, ugye a Park teniszklubban. Valóban, hát istenként néznek föl a fiatalok, és én látom, és hallom, és beszélgettem ott, hogy nagyon sokan azért jöttek oda kifejezetten, mert hogy oda tartozik ő is, tehát egyfajta már most legendává vált, és egy nagy vonzereje a sportának. Még egyetlen mondatot, nagyon fontos visszatérve a fűre, a speciális borításra. Valóban olyan nagy technikai különbséget jelent, és játékosok között akár dönthet is az, hogy kinek fekszik jobban ez a talaj a salakhoz képest, amit tudjuk egy kicsit lassabb, itt sokkal gyorsabb a játék, más technikát, más taktikát kell alkalmazni? Más, nem lehet összehasonlítani semmivel. Elcsúszik a labda, amit lehet látni, ezeket a foltokat, hogy már ahol kikopik, ott teljesen másképp kell oda közelíteni a labdához, más timinggal. Nagyon-nagyon hatékony tud lenni egy slice, nagyon jó, ha valaki jó röptézik, direkt egy kicsit rosszabb ejtés is, jó ejtés a füvön, a kifelé vágott adogatás hihetetlen hatékony. Tehát én azt gondolom, hogyha valakinek ez a játékhoz is tudja kombinálni, jó a hozzáállása és a mozgása, mert az, hogy ezen a füvön meg kell tanulni mozogni. Én az első alkalommal csak azt tudom mondani, hogy olyan volt, mint a tojásokon jártam volna, folyamatosan el akartam esni. Persze ez is speciális cipőt kapnak a játékosok. Hát meglátjuk, hogy mennyire fog használni majd a speciális cipő és a küzdőképesség ma délután, tehát láthatjuk Djokovic ellen, Marci, drukkoljunk neki, és aztán majd értékeljük, reméljük lesz mit a továbbiakban is, még, hiszen van még további lépési lehetőség a wimbledoni tornán is. Remélem behívtok, mert hogy még mindenképpen, előrébb. És hát aztán az olimpia kapcsán is, hogy lesznek feladatai majd Marcinak. Köszönjük szépen, Temesvári Andrának, hogy itt volt velünk, és most Lampi Ágival folytatjuk az online lapszemlével.